A külügyi és külgazdasági intézet kutatója a Corvinus Egyetem oktatója, a Perzsa térségével, valamint a szíriai és iraki polgárháborúval foglalkozik, társszerzője a 2016-ban megjelent az iszlám állam kalifátusa című kötetnek. A Kászim Szulajmán iráni tábornok megölése miatt kialakult nemzetközi feszültség kapcsán beszélgetünk ma vele. A reggeli gyors vendége 9 órától Szalai Máté. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát a végén kezdjük. Akkor most ugye az van, hogy az iraki parlament megszavazta, hogy távozzanak az amerikai csapatok. Trump pedig azt mondta, hogy akkor fizessétek ki azt a nagyon drága légibázist, ami ott van nekünk, hát egy igazi kereskedőzvállalkozóan méltóan, és akkor elmegyünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen húzódós ügy lesz mindenképpen. A másik az az iráni viselkedés ezzel a dologgal kapcsolatban, amit én megmondom őszintén, de hát ilyen kívülállóként nem tartok ostobának, hogy tudnélik rögtön közölt, hogy civilek illetét nem hohatja kockáztatni, miközben ugye az amerikai csapásokban több civil meghalt Irakban. Tehát ez egy válasz. Másrészt, hogy Trump az fenyegetőzött, hogy műemlékeket rombol le, amire azt mondta, hogy ez háborús bűncselekmény, mondta Irán, és hát ebben is igaza van. Nem, ők amerikai katonai célpontokat fognak támadni akkor, amikor majd akarják. Ugye ez most a vége. Ha kicsit visszamegyünk, akkor az a kérdés, és e körül dúl egy háború, egy vita az Egyesült Államokban, hogy a nemzetközi jogszempontjából ez mennyire volt jogszerű. És hát abszolút két párt van. Én nem vagyok nemzetközi jogi szakértő, de legalábbis azt kijelentheti, hogy megkérdőjelezhető volt a jogi alapja ennek a, az akciónak. Kétségtelenül igaz az, hogy az Egyesült Államok és Irak között van egy megállapodás, amelynek értelmében az Egyesült Államok folytathat különböző katonai művelteket Irak területén. Ám az, hogy ez feljogosítja arra az Egyesült Államokat, hogy Irak területén egy másik államnak a hivatalos tisztségviselőt támadja, az egy nagyon nehéz kérdés. Ugye ráadásul ebben az akcióban irakiak, is meghaltak, iraki civilek is meghaltak, vagy hát olyanok, akiket iraki civilnek lehet nevezni, ettől kezdve minimum megkérdőjelezhető, és ráadásul még ehhez hozzáteszük azt, hogy sokan azt is megkérdőjelezik, hogy az Egyesült Államok belső jogrendszerének megfelelő volt ez a, az akció. Hát az egyértelműen látszik, hogy Trump elnök nem nagyon óhajtja figyelme venni a hagyományos meg, jogi megkötéseket, ami az Egyesült Államok elnökének háborúindítási és hát általánosságban fegyveralkalmazási jogaihoz kötődik pont most tweetelt egy olyat, ami, eh, amiben azt jelezte, hogy igazából az ő média megnyilatkozásai eh, teljesítik azokat a kritériumaikat, hogy az elnöknek tájékoztatnia kell a kongresszust egy ilyen esetben. Tehát ez is azért elég hogy... Twitter. -t. Így van, egy így jobb. van. Tehát, hogy azért ez eléggé kérdéses. Én azt gondolom, hogy itt már a nemzetközi jog nem nagyon fog labdába rúgni, de hát igazából ez nem újdonság az iraki eseményekben. Hát van még egy másik dolog, amire Trumpék hivatkozhatnak. Tűnik, hogy az ENSZ szerint is egy terroristáról van szó. Akivel kapcsolatban ugye Trump azt mondta, hogy több millió élet, vagy talán Pompeo mondta, szárad a lelkén, ami hát enyhe de valóban egy olyan katona, katonai parancsnok, akinek a kezéhez nagyon sok vér tapadt, tehát ezt kártogadni. Abszolút, annyit tényleg, hogy az ENSZ az nem tekinti terroristának, az Egyesült Államok tekinti terroristának őt személy mondjuk az Európai Unióban mi nem tekintjük őt annak, hiszen azért nagyon sok vita arról, hogy, hogy milyen legyen az ő megítélése, de az kétségtelen, hogy ő egy iráni állami intézménynek az egyik vezetője, tábornoka, ettől kezdve, és, és, parancsnoka egyébként, tehát ettől kezdve nagyon nehéz őt teljesen terroristák nevezni. A szakirodalom nem tekinti őt egyébként terroristának, hiszen azért a teröristában benne van a, a nem állami jelleg, tehát hogy azok a, a szereplők, akik nem államhoz kötődnek. Hát igen, de amennyiben Iránt egy Latorországnak tekintjük, és tekintett a nemzetközi közösség több szereplője, akkor egy Latorállamnak a beosztottja lehet terrorista, nem? politikailag lehet, szakirodalmnak nem lehet. Aha. Tehát, hogy szakirodalmnak a lator állam kifejezés az értelmezhetetlen. Nyilván a latorság az egy olyan dolog, amit uh, ugye George Bush a hasára csapott, és azt mondta, hogy akkor ők a lator államok, tehát, hogy ebből a szempontból uh, kevés jogi vagy, 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 szakmai következménye van. Az kétségtelen ugyanakkor, hogy a Szulajmáninak a tevékenysége, ő gyakorlatilag másfél évtizede vezeti azt a Kuc Erők nevű ö, szervezetet, amelyik, amelyiknek az élén azért nagyon nagy hatás volt a közelkelti viszonyokra. Tehát az ő másfél évtizedes tevékenysége azért elég káros volt mind az amerikai érdekekre, mint egyébként az európai érdekekre is. Igazából ő volt az, aki a 90-es évek vége óta, ha nem is fölépített, de gyakorlatilag újra vagy fenntartott azt a hálózatot, amivel Irán rendelkezik, hogy ebbe, az, ebbe, a hálózatba állami és nem állami szereplők ugyanúgy betartoznak, hogy a gondolunk a különböző iraki milíciákra, a szíriai milíciákra, libanoni ra a palesztin Hamasra, de akár zárójelbe hozzátehetjük a jemeni huszikra is, tehát hogy ez az a hatalmas nemzetközi hálózat, ez a, a kuc erők és hát a forradalmi gárdán ment keresztül, vagy hát azon keresztül épült fel. Ebből kifolyólag azért Kassam Szulajmánnak a, a, a megítélése az nagyon kettős volt, hogy mindenki ismerte az ő nevét gyakorlatilag a közelkelten, és hát azon, hogy Iránban nagyon-nagyon népszerű volt, talán az egyik legnépszerű politikus a felmérések szerint, azon túl azért a régióban nagyon sokan nem szerették. Pont azért, mert ugye az iráni befolyásnak vált egy elképébe. Hát igen, és akik szerették Iránban, ők hogy mondjam, csak a nemzeti dicsőség lovagjának tartották, aki Irán határait, már mint a politikai vagy befolyási határait kitolja, aki terjeszti a hitet aki megtestesíti az iráni nép törhetetlen akaratát, Tehát egy szokott ez lenni. Abszolút. Hát igazából ez a, az kutzerők, amit ő vezetett, ez a már említett forradalmi gárdának a, a, a része, és ez a forradalmi gárda egy nagyon érdekes képződmény. Gyakorlatilag úgy mondhatnánk, hogy ez egy forradalom biztonsági intézmény, tehát az 1979-es iráni iszlám forradalomnak a, a, az értékeit védi, az által létrehozott politikai rendszert védi, és annak az érdekeit Nem képviseli. Nem lehet az, nagyon távoli, hasonlattal, hogy a helyi munkás őrség? Eh, de, Talán igen, de eh, annál sokkal külpolitikai jellegű intézmény igazából. Eh, nyilván nagyon sok nagy szerepe van a forradalmi gárdának, főleg bizonyos időközönként eh, a belpolitikában, és hát egyébként az iráni gazdaságban és a különböző beszések szerint eh, eh, 10 és 30 ra te tehető az iráni GDP-nek az a mennyisége, amit a forradalmi gárda így vagy úgy irányít. Tehát ez egy hatalmas eh, mennyiség. És hát ezen túl a kuc erők volt a forradalmi gárdán belül az, ami leginkább a politikával és a külső biztonsággal foglalkozott, és hát ebnek volt Szulajmáni a letéteményese. Ezért volt ő népszerű, hiszen a, a forradalom értékeit védte, a politikai rendszert védte gyakorlatilag, és hát azért ebbe az a forradalom értékei, azért használom ezt így, mert ez, ez sokkal tágabb, mint mondjuk szűk vett a rezsim érdeket. Tehát ő nem a rezsimhez kötötték, hanem az egész forradalmi rendszernek a, védelmi, a védelmezőjeként tekintett. megint csak, csak úgy próbáljuk megérteni. az olyan, mintha valaki Stalin alatt él, de 1917-re gondol, amikor a rendszer ünnepli, tehát a születés, amikor az igazság, a dolgok egyszerűek voltak, ott volt Lenin, és ott volt szembe a Kerenszki, többi. Így van, és ráadásul ebben, a, hogy ő nem tette a, 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 az iráni nemzetvédelmét, az abszolút beltartozott ebbe a, a szerepbe, e, és emellett egyébként egy nagyon jó használta a síta iszlámnak a különböző szimbólumait, tehát igazából megint azt láthatjuk, hogy a vallás, a nacionalizmus teljesen össze e, mosódott az ő, ő az ő által a képviselt szimbólumban, és ezért lehetett azt látni, hogy ő azért eléggé népszerű volt. Ráadásul amikor ő belpolitikáról beszélt, nem volt nagyon nagy szereplője a belpolitikának, nem vett nem részt a bélpolitiká harcokban, de amikor beleszólt a belpolitikák, akkor általában a, 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 az összefogás erejére hívta fel a figyelmet, vagy éppen arra, hogy, hogy kompromisszum késznek kell lenni, ami azért nagyon népszerű üzenet volt Iránban, ugyanúgy, mint bárhol máshol. Ez elképesztő egyébként, hogy a közel-keleten, hogy ez mindenütt így megy, ugye legtöbb ilyen ország az arab tavasz előtt mindenképpen gyakorlatilag egy ilyen katonai hegemóniára épült, tehát a hadseregre. És mondjuk Egyiptomban a hadsereg is úgy volt, és szerintem most is így van, hogy gyárai vannak. Saját kórházai, iskolái, gyárai, földjei, amiket művel. Nagyon nehéz ezt külső szakértőnek, vagy szem szemlélőnek megérteni, hogy miért van ez így. Tehát mi szükség van erre? Hiszen a hadsereget minden állam a saját érdekében bőven ellátja amúgy is. Tehát mi ez a szerep? Mert ez a szerep veszélyes lehet, mert függetlenítél a hadsereget a állami vezetőktől. Hát igen, nem akarok nagyon mélyen ilyen politika tudomány érveisekbe belemenni, de kétségtelenül az az, hogy azért ennek az ilyenségnek a megértéséhez a közel-keleti államfejlődést kell látnunk, amely azt mutatja azért, hogy ezek a közelkelti államok úgy jöttek létre, hogy a, a, 20. század folyamán nagy részt, hogy ezeket az erőforrásokat, gazdasági erőforrásokat, katonai erőforrásokat, más erőforrásokat összpontosítják egy, erő, egy erőcsoport kezében. Ez az erőcsoport az, ami gyakorlatilag az államot képíti, a saját képére formálja. Ezt nevezzük rezsimnek egyébként ebben a kontextusban. És hát ebből látható az, hogy a hadsereg az mindig a rezsim része volt, mindig a rezsimet védelmezte, illetve pontosabban ő maga volt a rezsim sok szempontból. Tehát nagyon sok országban, Egyiptomban egyiptom nagyon jó példa erre, ahol annak ellenére, hogy lehetnek úgynevezett politikai vezetői egy államnak, de attól még ők vagy kiszolgáltatottak a katona, katonai hatalomnak, vagy pedig a katonai hatalomnak a tagjai maguk is. Ugye Abdel Fattah Sisi, egyiptomi elnök egy például aki maga is a De is, ugye ő repülőt is abszolút, tehát abszolút a hadseregből jön. Abszolút, és ettől kezdve látható az, hogy miért ilyen nagy a, a hadseregnek a szerepe, és így igazából az erőforrások tekintetében összemosódik az, hogy most valaki gazdasági vagy katonai erőforrásra rendelkezik, erőforrásokat birtokolni kell, irányítani kell, és azért van az, hogy Iránban is, amikor 1979-ben kitör a forradalom, és még ugye az egy nagyon kaotikus időszak volt, ráadásul egy évvel később már Irakkal háborúban is állnak. Ebben a kaotikus helyzetben a forradalom vezet kellett egy új intézmény, ami, ami ezeket az erőforrásokat megszerzi, és megpróbálja a rendet fenntartani. Itt még a hivatalos hadsereg nem tudtak támaszkodni, ezért hozták létre a forradalmi gárdát. Ha visszatérünk az amerikai érvekhez, Pompeo Küri miniszter mondta, hogy nagyon veszélyes volt, Pompeo egyébként évek óta mondta, hogy Szulajmán itt el kell takarítani, nagyon veszélyes fickó volt, ki kellett emelnünk. Na most a kérdés az, hogy valóban az volt-e, tehát hogy születtek olyan tervek, amiket ő dolgozott ki és hajtott végre, amit mindenképpen meg kellett előzni az Egyesült Államoknak. Ugye voltak csapások amerikai katonai állásokra Irakban, és hát erre igen, minden hatalom visszaült, ez kétségkívül így van. Alátámasztja valami azt, hogy Szulajmán, illetve mögött álló iráni vezetés valami nagyszabású programra készült az iráni befolyás olyan kiterjesztésére, ami eddig példátlan volt. Nem? hogyha a rövid választ hát akarok adni. igen. igen a, nagyon érdekes ez az elmúlt néhány nap egyébként, mert rengeteg tanácsadó az Egyesült Államokból szivárogtat rengeteg mindent a, a, a sajtónak, és hát ebből egy olyan képet tudunk összetenni, hogy igazából ilyen, uh, ilyen hírszerzés információ konkrétan nem volt, vagy nagyon általánosságban, hogy készülnek valamire az iraki miliciák, de hát az iraki miliciák készülnek mindig mindenre, tehát hogy ők az elmúlt hetekben is támadtak amerikai uh, támaszpontokat, sőt egyébként az iraki miniszterelnök arról, beszélt, hogy ő igazából vele, vele jött találkozni Szulajmáni Irakba, és igazából éppen a, a, a szaudiakkal való megállapodás, vagy megegyezés, közeledésnek a részleteiről tárgyaltak volna, tehát, hogy gyakorlatilag egy, egy békértető misszió volt éppen Szulajmáni, ami azért eléggé alás az amerikai érveket, hogy miért volt most erre szükség. Igazából azt lehet látni, hogy hogy valószínűleg úgy történt ez a folyamat, hogy még amikor az elmúlt hetekben, ugye a feszültség Irakban, megtámadtak egy amerikai, az úgynevezett K1-es légibázist Kirkuk mellett, akkor a tanácsadók lettek az asztalra nagyon sok opciót, amit Trump léphet válaszként. És már meggyilkolás ott volt az asztalon, de ez egy nagyon szélsőséges opció volt, ennél sokkal korátszottabb választ lépéseket javasoltak. Ugye azért a tanácsadók szoktak ilyesmit csinálni, betesznek egy-egy szélsőséges megoldást, pont azért, hogy az által favorizált, mérsékelt, nem tekinthető opciót válaszza az elnök. És hát ekkor még Trump nem is akarta ezt mondani. Tehát Ekkor is azt mondta, hogy ez meg túl sok népjük meg ezt. Viszont ezután történt az incidens, ugye december 31-én talán, hogy az amerikai nagykövetséget Bagdadban a Szulejmánihoz kötődő iraki milíciák feldulták, és rá is írták a nagykövetség fára, hogy Szulejmáni a mi vezetünk azt lehet látni, hogy valószínűleg ez volt az a lépés, amikor, amikor Trump úgy gondolt, hogy nagyon most már, most már a szélsőséges megoldása van szükség, és akkor mondta, hogy akkor ezt hajtsuk végre. Viszont a szakértők itt bajban voltak, mert hogy igazából csak azért tették oda ezt, hogy, hogy legyen egy szélsőséges megoldás is, és nem, nem álltak rá készen. Kellett talán egy nap, hogy belőjék, hogy szóval Nem hitték hogy Nem hitték el. Ráadásul is. állítólag már régóta pakolgatják ezeket a dolgokat a mindenféle elnökök orra alá és már vagy rutinszerűen, vagy abból azokból ment, amit ön is említett, hogy egy kicsit ilyen csali legyen, de arra senki nem számított, hogy alá fogja érni. Így Van mert is. aki Trumpot ismeri, azért talán fogadhatott volna erre is. Hát igen, bár ugye nehéz belátni az amerikai döntéshozatásba simán, lehet, döntéshozatásba, simán lehet, hogy más helyzetekben is voltak ilyen szőséges opciók, és azért Trumpnak is vannak olyan döntései, amelyek mutatják, hogy hogy itt, itt szó van egy racionális érdek gondolkodásról, még hogyha a végkimenet nem is ebbe az irányba uh, mutat. Igazából való igaz az, hogy már Obama időszakában, Bush időszakában is felmerült ez az opció, és egyébként Izrael is többször ki volna iktatni Suleimani, de ironikus módon akkor az Egyesült Álm jelzte neki, hogy ez lehet, hogy nem egy jó ötlet. Semmi nem állandó a közel-keleti nap alatt, ez világos. Uh, ugye a kérdés az, hogy, uh, és aztán majd megpróbáljuk ezt egy ilyen világ szempontból nézni, hogy az Egyesült Államoknak miért jó ez a dolog? Jó-e egyáltalán? Tehát végig volt ez gondolva, vagy pedig tényleg sajnos az a helyzet, hogy oda volt pakolva egy olyan pontnak, amit úgyis kilök, kilöknek majd, és nem fogadják el, tehát nem dolgozták ki mert a zavarodottság óriási láthatóan a, az amerikai apparátuson belül is. Hát igen, úgy tűnik most, hogy nincs végig gondolt stratégia. Megint röviden válaszolok. Igazából azt látjuk, hogy hogy most is a, a tanácsadók és, és a Trumphoz kötődő emberek a döntészatában megpróbálnak, megpróbálják racionalizálni, hogy miért történt ez az egész, és itt befutnak rossz érvekbe, például ugye ilyen volt Pence alelnöknek egy olyan nyilatkozata vagy egy olyan tweetje pontosabban, ugye most már nem adnak nyilatkozatokat, csak tweetelnek, amely szerint megpróbálta Kasszem itt a ember 11 támadásokhoz kötni, amit tudjuk, hogy így egyáltalán nem igaz. Tehát próbálják racionalizálni a dolgot. Minden esetre, annak ellenére, hogy nem volt egy végig gondos stratégia, én még várnék azzal, hogy, hogy egyértelműen azt mondhassuk, hogy ennek biztos, hogy negatív következményei lesznek. Rövid távon biztos, hogy azok lesznek. Valószínűleg itt egyébként nem is az amerikai-iráni Kapcsolat lesz a legfontosabb, hanem az amerikai Iraki, ön is utalt rá, hogy az Iraki parlament eléggé felháborodott. Viszont az, hogy ennek hosszú távon milyen következménye lesznek, azt meglátjuk. Azért kétségtelenül igaz az, hogy az Egyesült Államoknak a, a cselekvépességébe vetett hit az el, eléggé megbicsalkodt az elmúlt időszakban, arra gondoltak nagyon sokan a közelkelten, ugyanúgy, mint egyébként Moszkvában, és hogy az Egyesült Államok nem képes már ilyenek ilyen akciók meghozatára pont a belső politikai nyomás miatt a nemzet jogi nyomás miatt, stb. Az, hogy ezt meglépte most Trump, az valamennyire abban az irányban mutathat, hogy az Egyesült Államoktól elkezdhetnek félni jobban az egyes szereplők, mint korábban, de ez is igazából csak egy hipotetizálás. Arra gondoltak sokan például a Twitteren, hogy hogyha, ha azt nézzük meg, hogy, hogy vannak ezek a, a nem állami míciáknak a vezetői, mint a Hezbollahnak a vezetője, akik szintén sok borsot törnek az Egyesült Államok orra alá, ők egy picit rosszabbul authatnak mostantól, hogy lát, azt éreztetik, hogy bármikor célkeresbe kerülhetnek. Menjünk tovább, Oroszország. Oroszországnak jó-e ez az egész történet, hiszen olyan vélemény is van, hogy Iránt mindez radikalizálja, és az oroszok karjába löki, Tehát egyébként egy nem rossz, orosz iráni kapcsolatok még inkább megerősödnek. És ugye visszajön a szokásos gyanú, nem teljesen alaptalan gyanú, hogy talán orosz kérésre viselkedett Trump, hogy ezt a lépést, tehát hogy az irány-orosz közeledést elősegítse. Szerintem, Oroszország ugyanúgy meglepődött ezen az akció, mint bárki más. Tehát hirtelen is nagyon tudtak mit kezdeni a helyzettel, ők is figyelik még azt, hogy mi történik. Nyilvánvalóan elítélik az akciót, viszont még azért megvárják, hogy mi lesz belőle. Megint azt gondolom, hogy itt nem is az amerikai iráni viszony a legfontosabb, hiszen azért ebben a, 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 relációban ez a gyávanyú játék, tehát ez a két fél vezet egymás felé egy autót, és arra várik, hogy vár, hogy a másik majd a kormány, de ő nem akarja elrántani mm. a kormányt. Ebbe a játékba beilleszkedik ez az esemény gyakorlatilag egy magasabb fokozatra kapcsolást jelent, és én továbbra is úgy gondolom, hogy se az Egyesült Államok, se Irán nem érdekelt egy egy konvencionális háborúban. Ami nagyon fontos lehet az oroszoknak, szerintem az inkább a, a, az amerikai-iraki viszony. Ha valóban ennek a, folyamnak, a folyamatnak az a vége, hogy Irakból az Egyesült Államok kivonul, amire abszolút megvan az esély, akkor az Oroszországnak egy nagy győzelme lehet, hiszen az orosz-iraki viszony is elég korrekt, elég stabil lábalkon áll, és megpróbálhatják betölteni azt a az az ültem az Egyesült Államok hagy maguk után. Azt, hogy az orosz-iráni viszonylatban mi fog történni, az egy nagyon érdekes kérdés. Igazából Putyin elnök annyira nem volt hangos az elmúlt napokban. Én szerintem ők se örülnek annak, hogyha Irán radikalizálódik. Azért mégiscsak arról van szó, hogy, hogy az iráni-orosz viszony az nem egy, nem egy, stratégiai szövetség, az egy, ez egy olyan kapcsolat, amiben sok dolgokban egyet értenek, sok dologban nem értenek egyet, és amiben egyet, egyet értenek, abban látványosan együttműködnek. De abban, hogy Irán elkezdjen nukleáris fegyvert fejleszteni, vagy elkezdjen robbantani olaj létesítményeket, abban egyáltalán nem érdekelt Or Oroszország. A következő szereplő Izrael. jó -e neki az egész dolog? Ugye Amerika egyik legközelebbi szövetségéséről beszélünk. Földi híteni Iránt eljutatni arra a pontra, hogy maga is mondja fel azt az egyezményt, amit Amerika már fölrugott, és a urándúsítást emelje sokszorosára, ez nem lehet Izrael érdeke. Tehát az egész csapás úgy tűnik, hogy nem, nem tett jót. Ennek ellenére az izraeli miniszterelnök üdvözölte ezt a bátor lépést, ahogy ő mondta, és akkor innen megbicsaklik a logika, hogy miért gondolja Netanyahu azt, hogy ez jó lesz az országának én azért gondolom azt, hogy ő azt gondolja, hogy jó lesz az országának, mert egyrészt ő sem gondolja azt, hogy itt egy konvencionális háború tör neki. Azzal kapcsolatban, ment Irán és az Egyesült Államok között, azzal kapcsolatban, hogy Izrael mennyire szeretné ezt, abban megosztanak a vélemények. Én amennyire lehet látni, amennyire be lehet látni az izraeli döntéshozatalba, én azt érzékelem, hogy, hogy ők sem akarják ezt a háborút, hiszen tudják jól, hogy ebben a pillanatban az ő határaik kerülnek talán a legnagyobb nyomás alá. Másrésztről viszont az a nemzetközi hálózat, amit Irán fenntartott Szulajmánén keresztül, annak a hálózatnak az egyik fő ellenfele Izrael volt. Ugye említettem a Hezbollahot, említettem a Hamaszt. Ettől kezdve Szulajmáni amilyen szimbolikus erővel bírt az iráni politikában, ugyanúgy az izraeli politikában is egy, ezt a szimbólumot teljesítette be, csak sokkal inkább negatív előjellel. Ebből a szempontból kezdve izraeli nemzetbiztonság érdek volt az, hogy ez az ember eltűnjön a, a földszínéről. Én azt gondolom, hogy ezért örültek ennek. Látható az egyébként, hogy ők nagyon féltek attól, hogy lesznek negatív következmények, meg is erősítették a védelmüket a különböző stratégiai pontokon, de úgy látszik, hogy egyelőre nincs támadás Izrael szemben, bár azért itt, itt, láthatjuk azt, hogy a Hezbollah is mozgódik egy picit, a Hamas is mozgódik egy picit, meglátjuk, hogy milyen irányba mennek az események. Az amerikai csapás kicsit elterelt a figyelmet Izraelről, amit Irán figyelmét. Irán figyelmét és a Hezbollah figyelmét is mondjuk hozzáteszem. A Kassam Sulaimani lánya nyilatkoztatán azt az iráni sajtóban, hogy majd a Hezbollah fog bosszút állni az apjáért, viszont ez a bosszú valószínűleg Irakban fog megtörténni, hogyha megtörténik, és az, hogy a Hezbollah figyelme Szíriára, Irakra tevődik át, és nem oda, hogy Izraelt támadják, az jó lehet Izraelnek. Azért látható az, hogy az izraeli nemzetbiztonság tartva, amennyire a hezbollah sokkal jobban egyébként szerintem, mint a Hamasztól, hogy volt egy nagyon Gyors háború még a két fél között, tehát Izrael és Hezbolak között 2006-ban utoljára, és akkor se volt annyira az pozitív előjelű Izrael számára. Tehát nem akarnak ők sem egy háborúba egyedni a Hezbolakkal. Én azt gondolom, hogy ezek a hírek mind egy picit arra a Hezbolakot, hogy, hogy más irányba is figyeljenek oda, de nyilván ezek is csak spekulációk ezen a ponton. És végül még a hírek előtt próbáljunk sor keríteni arra, hogy az európai szövetségesek mit gondolnak erről. Nagy-Britannia Először ilyen távolságtartó volt, aztán Boris Johnson azt mondta, gyakorlatilag azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy ez jó ötlet volt, mert pedig Nagy-Britannia a legközelebbi szövetségese Washingtonnak. És hát gondolom Párizs meg még kevésbé örült ennek az ütletnek az európai vezetők nagyon kényes helyzetben vannak, hiszen egyrésztről mindannyian látják azt, mindannyian látjuk azt, hogy az iráni tevékenysége, ami, ami megfigyelhető Szíriában, Irakban, Libanonban, stb. az ellentétes az európai érdekekkel. Ez teljesen egyértelmű. Senki sem támogatta Szulajmánit. Ugyanakkor Ugyanakkor az, hogy a, a, eszkálódik dik a helyzet, az nyilvánvalóan nem jó Európának. Európának az a stratégiai célja, hogy az iráni nukleáris megállapodást valamilyen formában fenntartsa, vagy újra kösse, és az egyes utámokat behozza ismét ebbe a, a rendszerbe. Az, nehéz hogy lesz ez, most. ez nagyon nehéz lesz, és azt lehet látni, hogy nyilván már rögtön az Európai Unió meg is hívta az iráni külügyminisztert egyébként most a hétvégén Brüsszelbe tárgyalni erről a nukleáris megállapodásról. Azt lehet látni, hogy azért sokan próbálnak közvetíteni, például Németország az Egyesült Államok és e, Irán között, és egyébként azt is lehet hallani, hogy az Egyesült Államok maga is küldött, vagy megkért államokat, hogy segítsen közvetíteni Iránnal, tehát hogy azért mindig ott volt az, van az amerikai külpolitikában és a békülékenységnek egy egyes jelei, viszont rögtön itt az első válasza az volt Iránnak, hogy mindenkit elküldött, legalábbis amennyire ezt lehet most tudni. Ebben a helyzetben próbál Európa manőverezni, hogy őszinte legyek, igazából másodrangú <coughs> szereplők vagyunk ebben a folyamatban. Hát innen folytatjuk Szalai Mátéval, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójával, a Korvinusz Egyetem oktatójával a hírek után. Reggeli A rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Szalai a vendég, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. Hát akkor nézzük a következő szereplőt, Irakot, ugye az iráni amerikai válságban. Az iraki parlament hozott egy döntés minden amerikai lobbizás ellenére, hogy az amerikai csapatoknak el kell hagyniuk Irakot, mire Trump úgy reagált, hogy hát baromira drága légibázisaink vannak ott, akkor tessék kifizetni az árát, és akkor ott hagyjuk, és kimegyünk. De nyilvánvalóan ez nem Szíria ahonnan Trump ki akarna menni, ő is megérti, hogy ekkora hatalmi vákumot nem teremthet. De úgy tűnik, hogy Irak el van számba. Sikerülni fog kipaterolni az amerikaiakat? Sajnos meg ezt egy olyan nem látjuk. Valószínűleg igen, én azt mondanám, hogy igen, de még ez egyáltalán nem biztos. Ennek az oka, hogy az iraki parlament nem törvényt hozott, hanem egy döntést hozott, egy határozatot hozott, aminek semmi jogi következménye is. Tehát hivatalosan emiatt az Amerik egy amerikai katonának sem kell elhagynia a, 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 az ország területét. Na most az iraki helyzet az nagyon-nagyon bonyolult jelen pillanatban, aminek az az oka, hogy jelenleg nincs Iraknak igazi kormányfője, hanem egy, egy um, átmert, vagy nem átmert Kormány, hanem ügyvivő van pontosabban, hiszen november végén a miniszterelnök lemondott annak a tüntetésrozatnak a hatására, ami október óta zajlik az országban, és azóta ügyvivőként tölti be ezt a pozíciót. Viszont ahhoz, hogy az E, emiatt olyan nagy kérdés az, hogy hozhat-e most ez az ügyvivő kormány olyan döntést, olyan horderei döntést, aminek következtében annak az 5200 amerikai katonának el kéne hagynia az országot. Na most ráadásul az elmúlt hetekben volt erről egy kisebb vita az idei költségvetéssel kapcsolatban. A miniszterelnök ugyanis, az iraki miniszterelnök ugyanis azt mondta, hogy szerinte az ő jogfelfogásában jelenleg az iraki kormány nem képes arra, hogy egy törvényjavaslatot nyújtson be a költségvetéssel kapcsolatban, mert ez már túlszállna az ügyvivői jel Elegen, és ahhoz, hogy az iraki alkotmány szerint ki dobják az amerikai katonákat, ahhoz pont ennek kéne történnie, tehát az iraki kormánynak kéne benyújtani egy törvényjavaslatot, amit aztán a parlamentnek elfogadnia. Ebből kifolyólag nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán most ki lehetne dobni az amerikaiakat Irakban. Sokan egyébként már elkezdték is ezt az összes kövés elméletet csinálni, hogy direkt az Egyesült Államok nyomására mondott le a miniszterelnök, hogy ez a helyzet álljon elő. Ez nyilván olyan racionalitást feltétel szerintem a Trump adminisztrációról, ami, ami nincs jelen. Viszont ebben a helyzetben most nagyon nehéz kidobni az amerikai katonákat. Ráadásul egyébként, hogyha, hogy még bonyolítsam a kérdést az iraki helyzettel kapcsolatban, nagyon fontos az, hogy azért nem volt annyira egyöntetű ez a támogatás mögött az amerikaiakat kiutasító határozat mögött, hiszen a síta képviselők megszavazták, viszont a, a szunita, arab és a kurd képviselők vagy nem voltak jelen, vagy pedig tartózkodtak. Tehát ebből kifolyólag látható az, hogy azért a kurdok, a szunita arab képviselők szeretnék, hogy ott maradjon az Egyesült Államok. Hát ráadásul ugye korábban azt említette, hogy a támadás kicsit helyreállította az Egyesült Államok renoméját, amely kezdett egy ilyen megroskat, beteg öregemberhez hasonlítani, és most, hogy oda csapott, most függetlenül attól mennyire jogosan, ez azt mutatta, hogy van itt erő, kérem szépen. Na de, hogyha ki lehet rugni, dobni őket Irakból, akkor ez megint veszendőbe megy ez a megújult imás. Abszolút, itt két dimenziót hoznék még be. Egyrészt, hogyha az Egyesült Államok kimegy, akkor Irán nem hogy bejön, mert már ott van, hanem Igen. az iráni befolyás nagyon durván megnő. ebben meg a sita arapolitikusok egy része sem érdekelt. Másrésztről pedig fontos azt látni, hogy amióta az iszlám állameni háború elkezdődött két ben Azóta ezt a helyzetet Irán arra használta föl, hogy képítse Irakon belül az iraki állami biztonsági apparátus mellett a saját biztonsági apparat, apparátusát. Ez gyakorlatilag egy ilyen laza milícia hálózat volt, amit népi mobilizációs erőknek vagy Hasda e, nevezünk. Ennek a tagja volt egyébként az a milícia, amelyik megtámadta az amerikai légibázist, a K1-es légibázist még az év végén. Tehát így kötődnek össze a szálak Szulajmánéval, hiszen Szulajmáné az, aki ezt a népi mobilizációs erőket megszervezte. És hát az, hogy ezek a népi mobilizációs erőkkel nagy probléma van, azt mindenki látja Irakban. Igazából még az iraki állam is sem nagyon tudja őket koordinálni. Hivatalosan azóta egyébként beintegrálták őket az iraki hivatalos állami erők közé, de láthatóan a kormányfő nem ad utasítást ezeknek a milicistáknak. Ettől kezdve az, hogyha az amerikaiak kivonulnak, akkor ez a, milicia milícia hálózat azért nagyon, nagyon nagy szerepre tesz szert, ami már, már, amivel már rendelkezik valamilyen mértékben, de azért az nagyon sokat mondó, hogy az elmúlt napokban is a, ennek a milíciáhozatnak a vezetője utasította az iraki hadsereg vezetőit, vagy szólította fel az iraki hadsereg vezetőit arra, hogy vonuljanak el az amerikai támaszpontok közeléből. Ugye ez nonszensz teljesen. Itt iraki, a, a már rég nem beszélhetünk, azt hiszem. Hát, de ha így van, és a iráni befolyás nő meg, akkor az oroszok viszont, hogy nem nyernek semmit. Rírok is. legalábbis. Kétséges, vagy hogy Vagy irán megsajnálja őket, és azt mondja, hogy juttassunk nekik valamit, hiszen Szíriában is milyen jól együtt működtünk. Persze, hát ugye ez a gyakorlatban gyakorlatilag ez nem egy zérószegű játék. Nyilvánvalóan az, hogyha mondjuk az iráni befolyás megnő, az nem azt jelenti feltétlenül egyébként, hogy az orosz csökkenne, vagy az Amerikai egyébként csökkenne, ilyen esetben azt jelenti egyébként, de, de ez nem egy zérószegű játék, már csak azért is, mert az iráni és az orosz gazdasági helyzet is olyan egyébként, hogy nem is lenne erőforrások arra, hogy az egész iraki hatalmi vákumot betöltsék. Ettől kezdve az, hogyha ők össze tudnak játszani, felosztani egymás között szektorokat, akár területileg, akár gazdaságilag, az, az egy pozitív folyamat lehet, de hát ez is már egy spekuláció inkább. És akkor még nézzünk szereplőket. Itt van ez a hármas, amelyik, amelyiket, hát legalábbis a hírek szerint nem biztos, hogy ennek lehet hinni. Ugye Trump veje és tanácsadója a politikai képességét nagyon nem csillogtató Jared Kushner által összehozott szaudarábiai, izraeli és amerikai hármas szövetségről volt szó, ennek már voltak félrelépései a libanoni miniszterelnök eltávolítása, ami sokkal eredménye nem járt. De minden esetre valami összejött, és egy nyilván Irán ellen irányult. Ebben a helyzetben ez a trió működik, -e, és igen, hogyan? korlátozottan, de működik. A szaudiak is jelezték azt, hogy velük nem konzultáltak az ügy kapcsán, tehát hogy ők is a hírekből hallották azt, hogy Szulajmáni meghalt. Nyilván ők jobban örülnek ennek, mint a világ többi része, de azért ők sem nagyon hangosak ebben a pillanatban. Nyilván van egyébként azt, zárjában mondom, hogy azt, hogy most úgy tűnik, hogy mindenki fel van háborodva ezen a merényleten, az csak részben igaz. A felháborodás sokkal hangosabb, mint hogyha csöndben valaki örül az ügynek. Szaudarábia egy picit ilyen, viszont a szaudi diplomácia is jelezte azt, hogy ők most a deseszkalációban érdekeltek, és már egyébként ez az eset elég kellemetlen időpontban történt a Riádi vezetésnek, hiszen azért már az elmúlt hónapokban ők elindították ezt a korrekciós külpolitikát, amiben megpróbálták deeszkolni a feszültségeket Iránna. Ugye ennek az az oka, hogy azért az ősszel, amikor a Iránhoz kötődő milíciák irakból megtámadtak szaudi olajlétesítményeket azért azért az egy, az egy jelzés volt darabja számára is sebezhető. Azóta próbálnak korrekciót végrehajtani, ebből a szempontból ez egy kényelmetlen időpont, de kétségtelen az egyébként a perzsőből államok azok, akik próbálnak közvetíteni valamennyire még Irán és az Egyesült Államok között. Katar is és Omán is küldött olyan delegációt, amiben ezt akarták előmozdítani. Lehet, hogy tévedés, de az embernek az a benyomása, hogy Irán soha nem volt ilyen erős és meghatározó szereplője közel-keletnek, mint az utóbbi időben. Hiszen az ellen létrehozott szövetség tagjait, ha megnézzük, akkor már látható, hogy nem akárkivel van ezeknek az államoknak dolga. És kérdés, hogy ez igaz-e, milyen erőt jelent, és mekkora befolyást, és milyen célnal? Kétségtelenül igaz azt gondolom, hogy az iráni befolyása közelkelten igazából 2003 óta növekszik. Ugye 2003-ban történt az amerikai beavatkozás Irakban, amikor Saddam hussein eltávolították, aminek az volt az egyik következménye, hogy az iráni befolyás növekedhetett, hiszen Hussein volt az egyik Igen. ellentétpárja Iránnak, ami próbálta stabilizálni a helyzetet, vagy kiegyensúlyozni a helyzetet. Ezt az egyensúlyozó oldalt Szaudarábia vette valamilyen mértékben, de nekik nem sikerült stratégiai választ adniuk egészen az elmúlt néhány évig, de hát ez a stratégiai választás egy ilyen kapkodó külpolitikát eredményezett. Ebből a helyzetből ö, ö, kiindulva láthatjuk azt még, hogy az arab tavasz 2011 óta, amikor rengeteg arab destabilizálódott, ez is megerősítette az iráni befolyásépítésnek építésnek a, a lehetőségét. Azóta az iráni befolyás az Irakban, Szíriában, Jemenben, ö, Libanonban ö, meghatározó. Az, gondolnám, hogy a célja ennek a befolyás építésnek egy érdekes kérdés. Nyilvánvalóan a legfontosabb az a rezsimbiztonság, tehát az, hogy az iráni rezsim biztonságát mindenképpen tudják garantálni. Azt, hogy az iránnal szövetséges erőknek a biztonságát tudják garantálni. Az iráni termológiában ez az ellenállás szövetsége, vagy ellenállás tengelye, vagyis az Egyesült Államokkal és izrael való ellenállás tengelye. Ennek a, a szereplői közé tartoznak a különböző iraki milíciák, a szíriai ö, állami vezetés, ugye Bashar al assaddal a libanoni Hezbollah, ö, stb. Tehát ennek, a, ennek a, az ellenállás a, 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 fenntartása a, az a legfontosabb eszköz az iráni külpolitikának. Én azt gondolom, hogy a végső célja az az amerikai befolyás csökkentése lehet, mondjuk így tudjuk megragadni, de inkább de a Most azt az amerikai kiszorítása közel Keletről, de hát ez most lehet, hogy csak egy ilyen egy ilyen hangzatos mondat általában hangzatos mondatnak tűnhet, például, hogyha Perzsajbőről beszélünk, de hogyha azt nézzük, hogy az iraki és szíriai események során hogyan csökken az amerikai befolyás igazából évről évre, akkor ez egy sikeres külpolitika. De milyen állapotban van az az ország, Mirám? Tudni, amelyik ennyire a határain túlmenően kénytelen, most a gazdasági szempontból nézve költeni például arra, hogy a hálózatait föntartson, hogy fegyvergyártson, szárítson. Miközben eh, arról lehet olvasni, hogy a szankciók, amelyeket Amerika erőltetett az országra, hát azok 80-90 százalékkal csökkentették az olaj exportját, és a legutóbbi időben látott megmozdulások, utcai tüntetések azt mutatják, hogy az életszínvonal csökkent. Így van. Igazából Irán 2015-ig, tehát a nukleáris megállapodás megkötéséig, és pontosabban annak végrehajtásáig egy multilaterális szankció rendszer alatt nyögött, tehát ezt még ráadásul N szankciók voltak. Ezek a, 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 emiatt a gazdaság nem tudott érdemben fejlődni, és volt egy nagyon rövid időszak 2015 és 2018 között, amikor, amikor valamennyire az iráni gazdaság elkezdett fejlődni, de messze nem olyan mértékben, mint szerették volna. Elgöző után volt az amerikai kilépés, a nukleáris megállapodásban az amerikai szankciók, azóta ismét nagyon komoly problémák vannak. Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy ez a rossz gazdasági helyzethez képest, ami egyébként tavaly ilyen 30%-os inflációt eredményezett, csak hogy egy adattal érzékeltessem a helyzet súlyosságát, ez a nagyon rossz gazdasági helyzet, mert láthatjuk ezt a sikeres külpolitikát, ami nyilvánvalóan nem olcsó, nagyon drága ezt fenntartani. Sokan amellett érvelnek, hogy ebből a helyzetből azt lehet mondani, hogy Irán túlterjeszkedett a közel gyakorlatilag. nem véletlen, hogy az ön által is említett tüntetők nem csak a gazdasági helyzet megjavítása mellett tüntettek, hanem az iráni külpolitika ellen is, tehát nagyon ironikus módon igazából azán a külpolitika ellen is tüntettek, amit Szulajmáni hajtott végre korábban. Emiatt lehet azt látni, hogy azért az iráni vezetésnek legalábbis az egyik szeme, de lehet, hogy mindkettő a belpolitikára irányul ebben a helyzetben. Igazából nagyon fontos látnunk azt, hogyha az iráni válaszreakciókat próbáljuk meg előjelzni, hogy februárban parlamenti választások lesznek Iránban, tehát ez gyakorlatilag egy, egy kampányidőszak lesz most. Ráadásul február elején van a forradalom évfordulója is, emiatt azért nagyon belpolitikai tültető lesz ez az időszak. Valószínűleg nagyon sokan nagyon extrém dolgokat fognak mondani a, a választási kampányban, nem is nagyon lesz tér arra februárig szerintem, hogy rendeződjön a helyzet, de a másik pozitív irány ennek, hogy valószínűleg addig háború se fog nagyon kitörni. Nem lehet, hogy ebbe Irán mégiscsak bele roppan, hogyha megmaradnak a szankciók. Nem kerül olyan helyzetbe, mint sok elemző szerint Oroszországban, hogy, hogy túlfinanszírozza magát a, a kevés pénzéhez képest Szíriában és igazából ezeket a kalandokat, de ide vehetjük mondjuk a venezuelai katonai erők jelenlétét. Szóval a, a szovjet jelenlét valamennyire történő visszaállítását a világban, amit a Szovjetunió sem írt. Abszolút. Úgyhogy itt vannak kétségek abszolút van a kétségek. Én azt látom, hogy az iráni vezetés arra rendezkedett be, hogy a 2020-as amerikai elnökválasztásokig megpróbálják kihúzni az időt, és abban reménykednek, hogy egy demokrata elnök fog győzni, akivel aztán könnyebb meg lesz megállapodni az új nukleáris megállapodásról. Ugye itt fontos azt is arra is fölvenni a figyelmet, hogy Joe Biden is indul a demokrata elnökjelöltségért, aki maga is részt vett a nukleáris megállapodás megalkotásában Obama alelnökeként. Ez ennek a legjobb opció szám Mára. Ugyanakkor nyilván ez nem egy nagyon erős stratégia, azért sokan mondják azt, hogy ha ki is tudják húzni a következő évet még ebben a helyzetben, azért ez nagyon komoly következményekkel fog járni. Emlékezhetünk rá, hogy novemberben, amikor, amikor a legutolsó hatalmasabb vagy nagyobb tüntetés hullám robbant ez azért volt, mert, mert az irányi költségvetés nagyon rosszul állt a bevételi oldalon, és csak, vagy a kiadási oldalon, és ezért csökkentették a különböző Ártámogatásokat az olaj vagy a, vagy a benzin fogyasztással kapcsolatban. És hát ez is mutatja azt, hogy azért az iráni rezsimnek hozzá kell nyúlni a nagyon, nagyon tabunak tekinthető területekhez is az iráni költségvetési politikában, ami miatt azért a fenntarthatóság megkérdőjelezhető. Én azt gondolom, hogy azért ki tudják húzni a következő időszakot, de kétségtelenül nagy áron. Hát túl sok a választás, mert az elkövetkező időben az amerikai elnökválasztás választás is közeleg, és kérdés, hogy, hogy Trump elnök mennyire vette ezt figyelembe. És ha figyelembe vette, akkor miért gondolta, hogy egy a szakadék, mondjuk a háború peremére jutott helyzet az tetszhet az otthoni közönségének? Jó, az mindig tetszik, amikor erőt mutatunk, át persze, oda csaptunk. Igen. Tehát vannak következmények. Vannak abszolút, és sokan beszélnek arról, hogy talán Trump egy háborút akar kiprovokálni azért, hogy majd a választásokat megnyerje, de azért az összefüggések azok messze nem ebbe az irányba mutatnak. A minden felmérés szerint még a republikánus szavazók többsége is azt mondja, hogy egy háborút nem szeretne Iránnal, és ráadásul valami 50-valány százalékuk a republikánus szavazóknak is azt mondja, hogy az Egyesült Államok miatt lett most ennyire feszült a helyzet. Akkor hát, nem érte meg? Hát politikai szempontból nem éri meg feltétlenül, bár hozzáteszem azt, hogy ezek a nyilvános adatok simán lehet, hogy vannak olyan belső közvéleménykutatások, amik azt mutatják, hogy az a néhány százalék, akiket meg kell győzni X államban ahhoz, hogy megnyerje az Egyesült Államokban Trump az elnökválasztást, azok pont támogatják ezt a helyzetet, ezt nem tudom. E, illetve azt is mutatják a felmérések egyébként, hogyha Irán támadna, akkor nyilván az amerikai közvélemény is jobban támogatna egy háborús intézkedést. Tehát nagyon bonyolult a helyzet. Én azt gondolom, hogy ha Trump erre játszik, az egy nagyon kockázat Játék, és nem rá vallana, mert mert azért ennyi, ennél azért profibb a belpolitikai amik amiket csinálnak. Az igaz, amit egyébként az amerikai lapok szellőztetnek, hogy itt a háttérben a, a, az amerikai haderő vezetői és a titkos szolgálatok közötti feszültség is megjelenik ebben az egész kvázi, hogy az amerikai vez, katonai vezetők, nem ellenezték ezt a dolgot oly mértékben, mint amennyire hisztérikusan reagáltak a titkosszolgálatok. Én erről a, ezt a feszültséget nem dimenzionálnám túl ebben a helyzetben. Lehetséges, hogy volt ilyen, lehetséges, hogy voltak viták a, a Trump adminisztráción belül. Azért azt lehet látni, hogy a katonai vezetés általában nem támogatja ezeknek a háborús helyzeteknek a kirobbanását. Ugye szokták ezt mondani, hogy egy, egy katona igazán, azt egy katonai vezető az, aki tudja, hogy mi a háború ára. A civilek nagyon könnyen dobálóznak mindenfélével, de de a katonák. Ez is a videójátékot is azt mondják, tehát csak egy ugrás, egy odanyomok, és van. A -e. Így van, tehát ebből a szempontból azért én óvatosságra intenék azokkal a narratívákkal szemben, melyek azt mondják, hogy itt a katonai vezetés akar kiprovokálni egy háborút. Én azt gondolom, hogy itt, itt a jelenleg kiszivárgott információk alapján tényleg arról van szó, hogy Trump elnök és a hozzá álló emberek hoztak egy hirtelen döntést, amit nem gondoltak teljesen végig. Az iráni taktika az elkövetkező hónapokban, ugye itt a hírek alatt beszéltünk arról, hogy azért itt nagyon kifinomult politikai hagyományokról van szó, amelyeket ez az állam ugye évezeredek óta kifejlesztett és gyakorolt, és ez úgy így húzódott át. Ez mennyire jelenik majd meg? Egy ilyen, tényleg, hogy mondjam csak finoman, a Trump adminisztrációnál kicsit összetettebb politikai játék abszolút megjelenik, és én azt érzem, hogy nagyon, az irányra vezetés nagyon ügyesen játszik a csenddel. Tehát most, hogy nem annyira hangosan reagáltak, ez egy nagyon okos lépés volt. Hivatalosan 40 napos gyász van, Szulajmáni ház képest, ugye említettem már, hogy februárban választások lesznek. Ebben a helyzetben az, hogy most nem kiáltották ki az abszolút háborút a nyugattal szemben, az egy nagyon jó döntés volt én azt gondolom, hogy arra számíthatunk, hogy azért amerikai létesít, katonai létesítményekkel szemben történhetnek akciók Irakban máshol. Valószínűleg ezeket nem a hivatalos iráni szervek fogják elkövetni, hanem iráni szövetségesek, a már említett Szulajmáni hálózat tagjai. Viszont azért azt lehet látni, hogy Iránnak is, mint ahogy megbeszéltük a stratégiai győzelem, az lenne, hogyha az amerikai katonák kivonulnának Irakból. Ez képest, hogyha most elkezdenének robbangatni ők is Irakban, akkor lehet, hogy az iraki döntéshozók is meggondolnák azt, hogy érdemesen most kidobni az amerikaiakat. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen én is. Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Kovács Veronika, Kismária, Burger Lajos, Bálint Judit és Szénás és Andor köszönni a önök ma reggeli figyelmét. Minden jót!